EP képviselői irodát nyitott salgótarjánban Újhelyi István október 3-án pénteken. Az MSP Európai Parlamenti képviselője sajtótájékoztatóján kijelentette, csak azok a települések lehetnek sikeresek az uniós források megszerzésében, amelyek közvetlen kapcsolatokat tartanak fenn Brüsszellel. Ez egy uh, elég komoly és uh, ellenőrizhető, számon kérhető vállalásom, hogy a következő öt évben az Európai Parlamenti ciklusom idején uh, állandó partnerel, hogy ezik tolt csatára leszek sagottariánnak, Lógrád megyének az Európai Parlamentben. hiszen azt tapasztalom néhány hónap után, hogy azok a települések, városok, régiók, akik napi kapcsolatban vannak az uniós intézményekkel. és nem egyszerűen a személyes kapcsolat, hanem az Európai Unió gondolkodás módjának, stratégiai céljainak minden napjaiba és lapjaiba belelátnak, azok tudnak sikeresek lenni. A sajtótájékoztatón az MSZP polgármester jelöltje Dóra Otto azt ígérte, hogy megválasztása esetén kezdeményezni fogja azon kelet-magyarországi városok szövetségének létrehozását, amelyek nehéz helyzetben vannak, mert szerintem összefogással könnyebb elérni a brüsszeli forrásokat.